A 83. és egyben utolsó versennyel szombaton végleg bezárt a Kanizsa Teniszcentrum. Ahogy arról már korábban mi is hírtattunk, 11 év után felszámolják a fedett pályás létesítményt, és a helyén ruházati kereskedelmi egységet hoznak létre. A befejező megmérettetésre Sopronból, Hévízről és Marcaliból is érkeztek versenyzők, összesen 32-en. Az elmúlt évtizedben a mérkőzések során rengeteg élményt szereztek és életre szóló barátságok köttettek a kanizsai pályán Baranyás Zoltán szerint. A teniszversenyek főszervezője azt sajnálja a legjobban, hogy az utánpótlásnak már nem lesz lehetősége ilyen jó körülmények között gyakorolni és fejlődni. A versenyzők örülnek, hogy itt játszanak, de olyan szomorú nagyon. Olyan szomorú, mint amilyen én vagyok, mert hát nekem az életem volt ez a... Hát én 11 éven keresztül csináltam ezt, olyan, mint a saját gyerekemhez jöttem volna. Én minden nap benéztem ide, én mindig vártam, hogy jöjjenek minél több fiatal, és legyenek tehetségek olyan, mint a Füle Zsolt, Füle Matyi, vagy Dominik Sanyi. Harmadszor jött Nagykanizsára versenyezni Babos Dániel. A sportoló Sopronból érkezett, és 10 éves kora óta teniszezik. Amit szeretek a teniszben, igazából a állandó küzdelmet és a kihívást, hiszen szerintem ez egy nagyon nehéz sport, mint fizikálisan, mint mentálisan, és nagyon erősnek kell lenni, és ott kell lenni minden pontnál és pillanatban. És úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek jó dolog, hogyha ezt a sportot űzi. A szülei is teniszeznek, ezért próbálta ki Vukics Vanda 6 éves korában a sportágat. Úgy érzi, nagyon nehéz helyzetbe került azzal, hogy bezárják a centrumot. Én vagyok az egyetlen igazolt játékos, és így nagyon kevés emberrel tudok játszani, igazából csak felnőttekkel, és mivel most bezár ezért, hát nem fogok tudni, hogy játszani, kivéve kint a salakon. Baranyás Zoltán szabadtéren is folytatja a szervezést, télen és rossz időben pedig az új udvari pályán folytatják az edzéseket.